Nagy András, a Nincs több kifogás című kampány egyik szervezője próbálgatja kétkerekű tudását a Széchenyi István Egyetemen. Idén először ugyanis az építész műteremház egy héten keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a győri kampuszon tanulók maguk is kipróbálják a kerekes székeket, és ezáltal átérezzék mozgássérült társaik mindennapi küzdelmeit. Ez az egyhetes kampányt azért hirdettük meg, hogy a Győri Széchenyi István Egyetem épülettervezés tanszékén tanuló hallgatók, tehát építészmérnök jelöltek, megtapasztalják való életben, hogy hogyan lehet kerekesszékkel közlekedni az épületekben. Ezek a gyakorlati tapasztalatok hozzásegítik majd őket ahhoz, hogy később, amikor majd praktizálnak építészként, jobban, sokkal jobban odafigyeljenek arra, hogy a középületeket kifogástalanul tervezzék meg a mozgásukban korlátozottak emberek számára is. A szervezők Eke Zsolt és Nagy András munkáját az Életfa Egyesület is támogatta. Ők 5 kerekes széket adtak az egyetemnek az egyhetes kampányra, így aki csak akarja, az kipróbálhatja, hogy ő maga hogyan boldogulna, ha mozgássérült lenne. Természetesen az érintettek is örülnek a kezdeményezésnek. Én személy szerint nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, azért mert így az építészmérnökök kicsit képet kapnak arról, hogy miért is fontos az, hogy ők akadálymentes épületeket tervezzenek. Kicsit beépül a szemléletükbe. Láttam, hogy itt az egyetem környékén kipróbálták a kerekesszék használatát, úgyhogy kicsit beleélték magukat abba, hogy milyen az, hogy bizonyos dolgokat kerekesszékből intézzenek el. Az akcióhoz egy játék is kapcsolódik. A résztvevőknek az egyetem különböző pontjaira kell gurulva eljutniuk, és a kijelölt állomásokról összegyűjteni mind a 10 pontot. A rendezvény sikerét jelzi az is, hogy a szervezők már most gondolkodnak egy hasonló megmozduláson.